Arról, hogy pontosan milyen volt az emberiség első történelmi korszaka, igencsak nehéz lenne megmondani. Pláne, ha az akkor élt emberek életmódját, táplálkozását vizsgáljuk. A következő videóban egy kis betekintést nyerhetünk az őskori emberek étrendjébe, hogy mégis mi került az akkor élt emberek asztalára. Az őseink egyik legfőbb tápláléka a hús volt, melyet különféle vadásztevékenységek folytán tudott kielégíteni. Megfigyelte, követte az állatokat, különösképpen a vándorlásukat. A fiatal egyedeket nem bántotta, mert tudta, hogy szükséges az állandó utánpótlás az élelmezésük számára, ezért a kifejlett állatokra vadásztak. Mivel az ősemberek legfőbb célpontjai a nagy testű vadak voltak, például a mamutok, ezért csupán a nyers emberi erőre hagyatkozva könnyen öngyilkosságba torkolhatott a vadászatnak indult esemény. Őseink a gondolataikra hagyatkozva különféle csapdákat eszeltek ki célpontjuk leterítésére. Az egyik ilyen módszer, hogy egy vermet ástak, amit valamivel elrejtettek, és a csapdába esett állatot ezután megkövezték. Másik módszer, hogy a zsákmányállatot egy mocsaras területre kergették, ahol miután megszorult, szintén agyon kövezték. Gyorsabb tempóra képesebb egyedekkel, mint például a szarvasokkal, úgy bántak el, hogy a csordát egy szakadék felé kergették, ahonnan lezuhanva halálra zúzták magukat az állatok. Őseink még az elejtett állatok gyomrában talált növényi pépet is megehették. A levadászott nagyvadak mellett persze megettek szinte mindent, ami elérhető volt számukra, legyen bármilyen növényi vagy állati eredetű táplálék, mint a gyíkok, kígyók, békák, halak, sőt még a lárvákat és a sárskákat is. A probléma, hogy a megtalált leletekben csak ritkán őrződik meg a táplálék, hiszen minden szerves anyag viszonylag hamar lebomlik. Egyedül a mocsárban talált és a jégben megfagyott leletekben vélhető felfedezni táplálékmaradványokat, mint ahogyan azt egy dániai mocsárban talált embermaradvány gyomra is mutatja, hiszen a vizsgálatok megállapították, hogy valamiféle zabkása-szerű élelmet rejtett az ősember gyomra.